motoros védő felszerelése ruházattal kapcsolatosan megosztanak a vélemények, mugenes és nem mugenes, kell a legprofibb, vagy elég egy ilyen protektoros farmer egy pólóval, vagy valaki gondolkodott már, hogy el, aki golyóálló, mert mint akart magára venni, mert a motoros gyártó cégek, vagy kiegészítő gyártó cégek által lefejlesztett gerincvédőre azt mondta, hogy az neki nem okoz akkora biztonságérzetet, nem ad akkora biztonságérzetet, úgyhogy vannak ilyen egész szélsőséges elképzelések a, a motoros ruházattal kapcsolatban. Egy biztos, tehát amikor most már a mai világban. Ö már egy közepes városban is van motoros ruházati bolt, és el tudsz menni, és a válogatni tudsz egy, kettő, három, négy márka közül különböző szabások, különböző megoldások, egyrészes, kétrészes textil, farmiranyag, gortex, vizáló, nem vizáló, téli, nyári, perforált, nem perforált. Visszagondol valaki, aki elkezdett a 90-es évek motorozni, tudod mi volt? Ami találtál egy lelakott garázsba, egy motor mellett ledobva a sarokba, az, az volt a motoros ruha. Ahhoz képest más bolygón lakunk már 20-30 évvel a, az ilyen korokhoz képest, ami akkor volt. Most már azért az, hogy az a cseréljük ki a bukós is, akkor három évente, mert te, abszolút igaz, mert ugye a gyártók is ezt mondják, ez a 90-es években az volt, hogy azt tettél a fejedre, amit a lehető legközelebb találtál, és ráment a fejedre, hogy mi volt a mérete, meg hány éves volt, meg miből készült, az senki lezem szarta igazából, mert, mert annyi volt az, abból lehetett fölöltözni, azt tetted a fejedre, ami, ami, ami akadt. Ha, ha lábast, akkor lábast. Na szóval jött egy ilyen komment valamelyik videó alá, hogy emlékszem, amikor tanultam motorozni, voltak ott olyan srácok, akik előtte már motoroztak kisebb kategóriai motorokon, és már volt egyben részes bőrúci, meg mit tudom én. Olyan csili vili volt egyik másik, hogy csak néztem, én meg odamentem egy munkavédelmi bakancsban, egy sima hosszú nadrágban, meg egy robogós bukós isakban. Na tippeljetek, mi történt? Az összes egyberészes, overállós gyerek szenvedett végig az oktatáson, egy szar Suzuki SV650-et nem tudtak normálisan kezelni, mert nem a megfelelő ruhát viselték, és vagy így volt rossz, vagy úgy volt rossz, már nem emlékszem. Ha jól rémlik, az oktató is mondta nekik, hogy mi a fasznak jöttek oktatásra 40 fokban, a nyár kellős közepén cserélhető koptatóval ellátott sportmotorokhoz kitalált csizmában, aztán tudjátok, mi történt? A tampáján mindegyik gyerek döntögette a motorokat, nyolcasoztak, én végig szerencsétlenkedtem, és amint, de amint kimentünk a forgalomba, pont ők lettek azok, akik elkezdtek balfaszkodni, meg probléma nélkül levizsgáztam, mert azon volt a hangsúly, szerintem amit elírtad, hogy mert nem azon volt a hangsúly, hogy nem tudom behajlítani a lábamat, hanem azon, hogy hogy közlekedem. Hát igen, egyébként a, a megfelelő motorválasztás mellé a megfelelő választás se egy rossz ötlet igazából, és sokszor vannak ilyen keveredések, mert nyilván sokan azt gondolják, hogy a legfejlettebb motoros ruházat az az egyberészes overall, ami egyébként nyilván fejlettebb akkor, amikor a versenypályán használod. Csak ott egy csomó szempont nem érdekes. Nem érdekes, hogy van-e zsebe, nem érdekes igazából az, hogy, hogy szellőző nyílások vannak-e rajta. Ha perforáltak, úgyis átfúj a szél, viszont az csak nyárra jó, és amikor megvesz valaki egy ilyen jellegű ruhát, és nem csak a nyár közepén akar motorozni májustól szeptember közepéig, hanem mit tudom, februártól novemberig, akkor rájön, hogy beszopta, mert megvett egy nyári overát, vagy egy nyári jacket, ami nincsen belső termobélés, lyukacsosa valami, mert nem a szellőzéssel oldják, meg cipzáros szellőzéssel az, hogy, hogy átmeneti kabát legyen belőle. Néha szoktam beszélgetni a szuperzónos eladókkal, és akkor bemennek oda emberek, úgyhogy kérek egy olyan ruhát, ami téli-nyári. <laughs> hát ilyen nincs. Vagy téli, vagy nyári, meg téli ruha igazából nincs is, mert inkább őszi hidegebb időkre való ruha, de téli nincsen, mert, mert a motorozni a piaci szinten nem motoroznak annyian télen. A futárok mennek robogóval, de azért a motorosok 98%-a szépen leteszi a motort, meg a ruházatot, azt elmegy siári, vagy valóban nyaralni télen, aztán bére motor például Kanárin januárba, mondjuk a dodorsóhu keresztül, és akkor megvárja azt az időt, amikor el lehet kezdeni motorozni. Jellemzően akkor, amikor már esetlegesen a idő van, azért Magyarországon 10-12 fok környékén már kiröppennek a motorosok, amikor ilyen 11-től délután kettő kis a nap, már a városokba körözgetnek, 15-17 fokon már azért kimerészkednek többen, meg amikor már kellemesen van a napsütésnek ereje, de hát akkor is még egyébként azért 15-17 fokban még azért a termobélés, meg ilyesmi elmegy, ha komfortos akarsz lenni. Valaki szarik rá, és azt mondja, hogy neki az a motorozás, hogy ők rohadt kurva kőkemény, és szétfagy, és azt érdekli. Jellemzően, főleg, hogyha hosszabb távra megy el az ember motorozni egyébként, akkor jön neki az ilyen ruházatos anomáliák, hogy valaki jól választotta egyáltalán méretet, vágagatja, nem vágagatja a segétbe jól van -e megcsinálva egyébként az össze cipzározhatósága kézre esik -e neked, a zsebek megfelelő méretűek, a zsebek, stb. stb. De erre szolgálnak a motoros eladók. És hogyha egy normális motorosboltba mész be, akkor jellemzően ott az ember elkezdenek beszélgetni, és kiderül, hogy neked milyen igényeid vannak mert alapvetően az igények ott kezdődnek, hogy legyen olcsó, meg nézzen ki jól. És utána az összes többi szolgáltatása a ruhának, az majd utólag jössz rá, hogy lehet, hogy nem lett volna rossz megvenni a 15 ezer drágább, 15 000 forint a drágább kabátot, mert az neked hosszabb távol használatot több évre megvett ruhánál, esetlegesen számítana, és, és szeretnéd, hogy legyen benne egy plusz belső zseb, stb. Most kitaláltam valami, mindegy. Úgyhogy igen, jellemző az, hogy hogy ruhaválasztási szempontnál sokan vesznek úgy ruhát, akik gizdulni akarnak, hogy azért veszi meg, mert az a drága. De ez egyébként ez a trend mindenhol észrevehető, hogy vesznek azért motorok, emberek drága motorokat, mert nem a képességenek megfelelő motort vesz, hanem azért, mert megteheti, és egy hát nyilván egy bizonyos közösségbe be kell passzolni, nem mehet oda 4 milliós motorral, mert az ciki lenne, mert az már csóró, hanem 12 milliós motorral kell oda menni, mert az jó. Az, hogy nem tud vele motorozni, meg balfaszkodik, mindahogy hogy te így leírtad, hogy mindegy, hogy most drága ruhába, csilli-villi motorral ruhába megy, ilyen mindenhol van igazából, de én azt gondolom, hogy legtöbbször a helyzet az az, és mindig azt szoktam mondani, mondjuk amikor azt nézegetik, most annyira szorosan kapcsolódik ide a téma, hogy kinek milyen uh, rinyacsíke van, hogy nem a számít, hogy a parkolóban megnézve uh, kinek van peremig döntve a gumi, hanem kiér oda előbb a parkolóba. <laughs> mindegy, hogy mekkora a rinyacsík. Ugyanígy van a ruhával is, meg az összes motorral is, mindegy, hogy mit van, ha jól tudsz motorozni, akkor, akkor technikával is jól tudsz menni. Ha, ha szarú motorozol, akkor mindegy, hogy mit tesznek a láb. Ruházat az dettó. Hogyha ha pénz miatt választasz csak ruhát, és nem a komfortodnak, meg az igényednek megfelelően, akkor lehet, hogy valahol szívás lesz az adott használat menjetek be mindig azt szoktam mondani, persze ugye engem kilóra megvett a Mugen, ettől függetlenül mindig elmondom, hogy menjetek be legalább háromféle motorosboltba, próbáljátok próbáljatok föl minden sisakot, minden ruhát, és majd te el tudod dönteni, se én, se az eladó nem tudja eldönteni, hogy a te igényeidhez, a te méreidhez, méreteidhez, a te komfortérzetedhez, melyik ruha passzol majd legjobban. Vagy a Superzone-ba, vagy az Euromotorba, vagy a Sox-ba, vagy a Fogdba, valahol megtalálod a, a, a azt a megfelelő ruhát, meg sisakot, vagy csizmát, vagy kesztyűt, ami a te méreteit, az igényedet legjobban megfelel. A lényeg, hogy engem a ugen megvet kilóra. Ezért mondom ki az összes többi motoros bolt tevét, hogy oda is menjetek be. <laughs>